Hűsítő ért át meg ez a két fiatal a szekszárdi Garai téren csütörtök délután. Ezen a napon délután 2 órakor a hőmérő 39 Celsius fokot mutatott árnyékban, így többen voltak, akik igénybe vették az önkormányzat által nyújtott ingyenes szolgáltatást. A közterület felügyelők itt a Garai téren folyamatosan reggel 8 órától délután 4 óráig ivóvizet osztanak, akinek bármilyen gondja, problémája van, azt javaslójuk és biztatunk mindenkit, hogy vegyék igénybe és fogyasszák a hidegvizet. Az alpolgármester elárulta, napi 2-3 darab 20 literes ballon elfogy ebben a kánikulában. Emellett majdnem minden szökőkút üzemel a városban. A Garai téren, a szakorvosi rendelőintézet előtt és a Babits Mihály Kulturális Központ előtt pedig párakapukat helyeztek el, hogy a járókelők felfrissülhessenek. Ezen kívül több ivókút is működik a megyeszékhelyen. A kintlétet kerüljük, a 11-től 15 óráig való kinttartózkodást, és hát természetesen a klímahasználatnak is megvannak a szabályai, ne hűtsük túl a lakásunkat, ha kint 39 fok van, akkor 28 foknál ne hűtsük hidegebbre. Gyurkovics János hozzátette, az önkormányzat biztosítja ezeket a lehetőségeket, de mindenkinek vigyáznia kell magára. Felhívta a figyelmet a folyadékbevitelre, és arra kéri az embereket, hogy tartsák be az ANTS által erre a helyzetre előírt szabályokat.